A Műegyetemi Atlétikai és Futballklub a BMF főépületének dísztermében emlékezett meg alapításának 120. évfordulójáról. Az eseményen többek között Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, dr. Józsa János az egyetem rektora és Hoffman Tamás új Buda polgármestere is beszédet mondott. innen indult el a milleniumi időkben az a változás, ami a sporthoz való viszonyt fémjelezte, hiszen előtte az nagyon ritka volt, hogy valaki sportoljon utána viszont elkezdett valóban egyre szélesebb rétegek felé kinyíni a sport. 1897-ben a hajós Alfred és Zsilmó Ferenc azzal a célral hozta létre a mafcot, hogy sportolási lehetőséget biztosítsanak a műegyetem hallgatóinak. A 120 éves múlt is bővelkedik sikerekben. 30-nál is több olimpikont adott a mafca magyar sportéletnek. Közülük kiemelkedik a két aranyérmes, Posta Sándor vívó és az öttusázó Nagy Imre. November 16-án az elmúlt évtizedek jeles képviselői, kiváló edzők, olimpikonok és a hazai sportélet meghatározó szereplői tették tiszteletüket a műegyetemen. A díszvendégek és a felszólalók között ott volt Mocsai Lajos, a testnevelési egyetem rektora is. Sárfalvi Péter, utánpótlás nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében felidézte az alapítás éveit, a MAFC sikereit. Józsa János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora személyes emlékeit is beszédébe fűzte. Itt a sportcsarnokban pedig meg kellett tapasztalnom, hogy egyrészt van egy csodálatos csapat a műegyetemnek vagy kinek, másrészt pedig van egy csodálatos szurkoló gárda, közéjük álltunk be és áthatott bennünket az a szellemiség, amit azóta se felejtek el. Brec Jula, a MAFC elnöke ünnepi beszédében köszöntötte a neves vendégeket, és az elmúlt évek sikereire és nehézségeire is kitért. Az elnök megköszönte a BME és Új Buda önkormányzata által biztosított támogatást is, és elmondta, hogy céljuk az, hogy a jövőben is a Magyar Egyetemi Sportélet zászlós hajója legyenek. Új Buda polgármestere és sportolt korábban MAFC színekben Hoffman Tamás vízilabdázott a nagymúltú csapatnál és a kosárlabda csapatban is játszott. Köszöntőjében Szent Györgyi Albert szavait idézte, a sport nem a szellem útján nyomja el a testet, hanem a test útján nyitja meg a lelket. A mai időkben pedig szintén az a fontos, hogy a egyetemi diákság ugyanúgy sportoljon, mint ahogy a társadalom nagyobb részének ez életmódjával váljon nem feltétlenül az eredménye fontos ebből a szempontból, hanem maga a testmozgásnak a kultúrája és a szeretete. Ezen a napon más évfordulókat is megünnepeltek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 90 éves lett a műegyetemi testnevelés, valamint a testnevelési központ 65 éves fennállásának évfordulójáról sem feledkeztek meg. Átadták a MAFC Zsilmó Ferenc Vándor díjat, amelyet évente a legtöbb sikert elért a MAFC színeiben versenyző sportolókap. Idén Rétika Kamilla 5-tusázónak ítélte oda ezt a diát az elnökség, aki az országos felnőtt magyar bajnokság negyedik helyzetje volt, de külföldi világversenyekről is figyelemreméltó eredményekkel tért haza.